Nagy, jaj. Rakok fel egy szemüveget, gyerekek, jó? Kontaktlencse van bent, csak tudom, ti így szoktatok meg. Na, hát nagyon szép délután kívánok mindenkinek. Sziasztok, sziasztok. Eurotrack Simulator Hungarian mapozni fogunk. És egyébként köszönöm szépen azt a millió... Boldogságos szülinapot, Leo Koma, remélem kellőképpen meg lesz ünnepelve, D. Már meg is lett egyébként, nagyon szépen köszönöm, Sipike, nagyon-nagyon aranyos vagy. Így van, kellőképpen meg lesz ünnepelve, kellőképpen meg lett már a mai nap is egyébként ünnepelve. Nagyon aranyosak vagytok, rengetegen írtatok egyébként, több mint 150 ember itt a Facebookon, úgyhogy tényleg de még nem is tudtam még egyébként válaszolni, és a mai holnapi nap folyamán szerintem mindenkinek egyesével majd meg fogom köszönni. Tényleg nagyon aranyosak vagytok, tényleg nekem ez mindennél többet ér, úgyhogy tényleg nagyon cukrok vagytok, köszönöm szépen. Na, de gyerekek, egyébként most ezt félretéve. Sikerült akkor így leszedni ezt a kis Czolnár Gyulás 2019-es interjút. Ugye az F1 Zóna jó voltából készült ez az interjú, ugye az F1 Zónának a Facebook oldalára, hogyha felmentek, és esetleg betetszik eliket őket. Elég jó tartalmakat szoktak kirakni, sztorikat, képeket, mindent. És akkor ott az ő oldalakon is meg lehet hallgatni. Én egyébként ezt beállítottam, és a három részletben levő interjút fogjuk most egyébként fogjuk meghallgatni. Amiben elvileg, csak olvastam, hogy lesz szó a munkásságról, hogy került ide, Lacival mi volt, hogy közvetítettek, illetve hogy várható-e valamiféle visszatérés, úgyhogy már nagyon várom, hogy hallhassam ezt az interjút. Nagyon nehéz volt megállni, hogy ne hallgassam meg, úgyhogy igazából nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. A YouTube-ot beállítottam a legkisebb késleltetésre, hogy nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyi a késés. Tehát majd most a következőnél valaki ír, azt egyből be fogom mondani. Berkes Bence, Szevasz Sipi, Már Leocki, Sios Sipi, Kocsis Milán, Papsi, Kelvin, Sipi, Hello, Kiskelem, Viccenki, Gazdakos, 1-2 másodperc. Na, ez igen. 1-2-3 másodperc. Jó, oké, nagyon szuper. Na, akkor rá fogunk szokni majd erre. Úgyhogy nagyon szuper. Oké, akkor gyakorlatilag majd, hogy nem ilyen live-live-ba megy ez a dolog akkor. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát a másodpercet nem látom, Sipike, de mindjárt megnézem az órámat. Jó, mondom akkor. Nálam 17-18... 40 másodperc most. Tehát mi? Nálad 45 vannak. Mi? Te előre látsz a jövőbe? Az nem jó akkor. Mindegy. Jó, az a lényeg, hogy kicsi a idő. Na, akkor indítom a gombát. És akkor... és akkor utána pedig elindítjuk az interjút szépen. Nagyon kíváncsi vagyok, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Videó ablakán rámegyek, jobb legértünk statisztikákat. Ja? Azonnal adok képet egyébként. Csak még felesleges, mert betöltöm egyrészt. Másrészt még el kell indítanom a dolgokat. Megpróbálok berakni még egy plusz modot. Hol is van? A traffic itt van. Hátha engedik. Jó. Ha betölti, akkor nem lesz gond. Na? Lehet nem fogja szeretni. Na, eddig jó.
Oké, jó, akkor átjövünk ide, interjú. És akkor indítom, gyereke, megnézzük, milyen lesz a hang. Sok szeretettel köszöntünk minden kedves F1 zóna, GP zóna és csatolt részeink. Ennyi a max hang. Hallgatót, olvasót. Ez itt a, hát mondanám, hogy a 10. podcast adásunk, hogyha nem tudom, akkor sorrendben az, de ez ilyen bónusz track. Mert hogy gyorsan megmutatkozom, én Andris vagyok, itt van velem. Sziasztok! Szia, Tomi! Sziasztok! És azért mondom, hogy ez ilyen plusz most, mert hogy kívtunk egy vendéget, és nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, Szoller Gyula. Szervusz! Sziasztok! Hát azon gondolkozom, nagyon meg meglepődve azért, hogy egy formális oldalon be kéne valakinek mutatni őt, de hát ugye a Forma egyet közvetítette, próbáltam most kiszámolni, hogy hány évig, az nem tudom, 10 évig talán? 10-es körül? Hát, ha egészen 10. pontos számot akarszok, én azt megmondom neked, mert az 9 év. Mert az első évben, még amikor az RTL klubhoz átkerült a Forma 1, akkor én még nem közvetítettem. Ugye 2 évet voltam utazó riporter a Forma 1-nek még a Magyar Televíziónál. Maga a közvetítés az 9 év. És jelenleg most Spiller TV, ugye? Most Spiller TV. Majd beszéljük másról is, mint a Forma 1-re egy kicsit, de akkor hogy belevett az elejébe, mert arra gondoltunk, hogy azzal kezdenénk, hogy ez pontosan mikor, mivel, hogyan kezdődött ez a Forma 1-jel való kapcsolatod. Egyébként miután mi nagyon sokszor elmondtuk már, hogy a sokadik podcast adásunk, hogy mi hogyan találkoztunk először, még az is érdekel, hogy te először hogyan találkoztál Forma 1-jel. Tehát amíg... Nézd, igen, ja. Elmondom nektek szívesen, bár én azt gondolom, hogy múltban ezt én már több helyen elmondtam, amikor készítettek velem még beszélgetéseket a Forma 1-ről, tehát nem biztos, hogy nagy sztori lesz, vagy olyan hatalmas új sztori lesz, de nagyon rövidre próbálom fogni. Nekem az édesapám autóversenyző volt, én meg gyerekkoromban vitt engem versenyekre, magyar bajnoki futamokra, hegyi versenyekre, akkori gyorsasági futamokra, amelyeket még reptéren tartottak motorokkal, autókkal, béke barátságkupának nevezték meg akkoriban azokat a versenyeket, amik ugye a szocialista országok között mentek. És a magyar, miután befejezte a versenyzési pályafutását, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnek, akkor még nem hajnált, megszívták el a MAMS-nak, Magyar Autó- és Motorsport Szövetségnek. Sok születésnapot, Leo, remélem, hogy egyszer az életben összefutunk, és tudunk majd egy jót. FIA sportfelügyelő lett, és egészen 94-ig voltam. Bár én csak 17 vagyok, de szerintem el tudnám felni. Miután gyerekkorom is minden autóversenyre elvitt, logikus volt, hogy 88-ban megérkezett a Forma 1 Magyarországon. Nyilván akkor még más volt a rendszer, tehát 86-ban voltam, most akkor elárom a koromat valószínűleg mindjárt, 15 éves, és olyan belépőket kaptam az édesapámtól, gyakorlatilag bent álltam a Senna McLaren mellett a boxban, tehát akkor nem voltak ilyen boxok, mint amelyeket ma látunk a Forma 1-be. Körülbelül úgy nézett ki akkor a Forma 1, mint ma az autó, magyar autós gyorsági bajnokság, tehát kvázi besétáltál a rövidgatyás szerelők közé, és belehajoltál, épp hogy nem ülthettél be a kocsiba, tehát itt innen indultunk. És hát innen kezdődött ez az egész, de már gyerekkoromban is tévén néztem, még a lappal, Dávid Sándor közvetítésein nőttem föl, nyilván én is. Nekem is megvan, mint sok Forma 1-es rajongónak, az a Monte Carlo-i verseny, még amikor talán 82-ben a Magyar TV simán félbeszakította a versenyt, mert jött valami más közvetítés, és az utolsó 15 kört nem láthattuk, mert elköszöntek. Szóval ilyen élményeim vannak nekem is. És mikortól hivatalosan, tehát mikortól? Vagy hivatalosan a Forma 1-en úgy, hogy már ténylegesen dolgoztam is ezzel. Hát dolgoztam a Magyar Nagydíjon, mert én mindig rágtam az édesapám fülét, egy idő után már unalmas volt csak kijárni, hanem hogy akkor hadd csinálják már valamit. És ha jól emlékszem, most ebben nem vagyok biztos, mikor is ment, amikor a Prost visszatért, és a Williams-szel nyert még egy világbajnoki 93. Na, 93-ban én zászlós rajtbíró voltam a Hungaroringen. És az volt az érdekes, hogy miután én voltam a legfiatalabb, engem tettek az utolsó kockába. Az utolsó kockában ugye az volt a feladatom, hogy amikor megáll az autó, addig kint ugye kint adjuk a sárga zászlót a korláton kívül, és amikor megáll a kocka, akkor beveszed. És gondoltam is, hogy na most kit fogok az utolsó kockával látni, de hát hogy nem, mi történt, ellen Prostot azon a futamon pont hátra sorolták az utolsó nagy kockába, úgyhogy pont a Prost állt előttem. Úgyhogy az volt az első, de akkor még mindig nem újságíróként, hanem csak ez egy munka volt a Magyar Nagydíjon, és úgyhogy már újságíróként dolgoztam a Forma 1-en, az 2000 a Magyar Televízión, amikor elkezdtem utazó riporter lenni a Forma 1-nek, az volt az első. Illetve, bocsánat, még egy zárójel, amikor 96-ban volt az atlantai nyári olimpia, akkor én már elvégeztem egy újságíróiskolát, és beküldtek a Magyar TV-be, hogy legyek átvevő adás, átvevő szerkesztő, így hívták ezt akkoriban. És ott ültünk az olimpián, mindenkinek meg volt a saját sportága, és
nem, azt hiszem nekem volt ökölvívás, meg kajakkenu, nem emlékszem, ilyen sportágokat kaptam, és akkor azt mi átvettük, csináltunk bele egy rövid bejátszót, megmondtuk a szerkesztőnek, hogy mi történt, és akkor az alapján készültek el a olimpiai beszámoló. És annak az olimpiai adásnak, hogy a Palik Laci volt a műsorvezetője. És az 24-re banyolta a Laci, csak hogy beleesett az Atlantai nyári olimpiába a kanadai Forma 1-es nagydíj is. És hát neki azt is le kellett közvetíteni mind a mellett, hogy már levegőt nem kapott gyakorlatilag a olimpiai adásoktól, és akkor tudta, hogy én ilyen Forma 1-es őrült vagyok, és megkért valamelyik adás előtt, hogy segítsek már neki, mert hogy nem tud fölkészülni, hiszen reggeltől estig az olimpiai adással van elfoglalva, és egy kicsit írjam neki össze, hogy mi, hogy áll az edzés, nem emlékszem már néhány infót. És én összeírtam neki, odaadtam neki, csak azt mondta, Laci, figyelj, miután egyedül közvetített már, vagy nem tudom akkor pont miért, de hogy volt akkor a felállás a magyar tévénél, de azt tisztán emlékszem, hogy akkor azt a kanadai nagydíjat egyedül közvetítette, és azt mondta, hogy figyelj, hozd be a lapot, azt ülj ide le, és ülj be, mert itt hallgass végig a közvetítést. Tehát a 96-ban, mint átvevő szerkesztő, ugye odaraktam neki az információkat, és csak mellőle végignézhettem a Forma 1-es kanadai nagydíjat, ez volt már akkor az első élmény, de hát utána még ugye sok idő eltelt, mire mi együtt közvetítettünk, és aztán 2000-től már az utazó riportere voltam. És mikor az első futamon, amit közvetítettél ezzel 2002-es? Hát nem, 2002-ben ment át az RTL klubra a Forma 1, és 2003, na most meg nem mondom, esküszöm, hogy mi volt a 2003-ban még úgy volt, hogy akkor a Laci kereste, hogy ki üljön be mellé, és ott többeket kipróbált, tehát nem rögtön én voltam mellette, és azt hiszem én a második vagy a harmadik futamtól ültem be mellé. Nem emlékszem már, esküszöm. Talán a második, talán a Gábor ült először, a Weber Gábor ült először mellette, és aztán 2003-ban a második futamon ültem én, akkor még ott variáltunk, hogy ki legyen kint a stúdióba, ki jön a Laci mellett, tehát ott mentek a próbálgatások, ugye a Szabó Robi is akkor már a stábtagja volt. Ment ott a forgás össze-vissza, és aztán valahogy kikötöttem a harmadik futamtól, vagy a negyediktől, de ezt nem tudom megmondani. Nem emlékszem. Parancsoljuk, hogyha már. Nem csak, hogy így élményekkel kapcsolatban, hogy van-e valamilyen ilyen kedvenc élményed, ami a közvetítések alatt volt, így a karriered során, amikor mennyit közvetítettél? Hát nézd, ez mindig... Ez... 2005 indianapra. Nem, az igaz, jó volt. Nem, tehát ha a saját karrieremet nézem, vagy pályafutásomat, akkor az biztos, nem tudom, hogy az nem biztos, egyértelmű, hogy amikor a brazil nagydíjon, mindjárt mondom az évszámot is, mert most már összefolynak az évek. Ki nyert akkor? Massa nyerte. Massa. És 2008. És ugye befutott a Massa, és csak kivágták a képet, ahol a Ferrari-sok örjöngenek, mindenki örül, hogy a Massa világbajnok. Családjával. Igen, családja, mindenki mutatja. Ugye mi bent ültünk a stúdióban, láttam ott, én ugye ráláttam a stúdióról, ahol ültek akkor a vendégek, meg a műsorvezető, a Héder Barna volt az a műsorvezető. És már majdnem mindenki, láttam, hogy ugye el van ezzel foglalva, és közben azért nyilván néztem a monitort is, és egyszer csak ugye láttam, hogy a Hamilton elmegy a Glock mellett, és én elkezdtem üvöltözni, hogy Glock, és hogy nem világbajnok a Massa, és tudod, mindenki, és hogy félszem, hogy emlékszem, mindenki nézett rám többet, hogy mi bajom van, és hogy üvöltöm, hogy nincs meg a világbajnoki cím, nincs meg, mert ugye a Hamilton lett a világbajnok, és ahogy ez így leesett, és ez így észrevettem kvázi, ez utólag aztán ez azt gondolom, hogy ez egy nagy kommentátori bravúr volt, mert amikor másnap megnéztük a híreket ezzel kapcsolatban, tele volt nyilván ezzel a sajtó, hogy mekkora dráma volt, akkor ott bizony az a helyzet, hogy a nagy angol kommentátorok és a Sky Sportnál, vagy nem tudom kinél, nem vették észre, csak sokkal később. Igen. És akkor emlékszem, hogy ez egy nagy dolog volt, hogy kommentátorként ekkora káoszban azt én észrevettem kvázi, hogy ott a Hamilton elment a Glock mellett, és ez azt jelenti, hogy bejött azt hiszem ugye 8-nak, vagy nem tudom, 7-nek, és pont az egy pont az elég. Igen. Volt neki a világban, aki címhez. Tehát, hogy ez szakmailag én ezt úgy gondolom, hogy ez tényleg egy bravúr volt, most minden szerénytelenség nélkül, hogy ezt ott akkor ott lereagálta, és nekem azt hiszem, hogy ha ez volt a csúcspont talán, vagy ez volt a legnagyobb dobásom, akkor mondjuk így mondom. Ez tényleg nagyon izgalmas volt, én ugye még tévén keresztül figyeltem az eseményeket. Hát szerintem ott nagyon sok szurkolónak a szíve szakadt meg. Persze, hát nyilván az egy óriási dráma volt. Az olyan pillanat a sportból, amit hogyha te egy Forma 1-re
rajongóként, tehát befogadóként se felejtezel soha. Ezt nem hiszed el, és ráadásul pont az volt az érdekes, hogy ez 2008, amikor én még bőven a Lacival együtt közvetítek, viszont pont a Laci valamiért, ami talán versenye volt, valami tereprali világkupa futam, szóval pont úgy jött ki a lépés, ugye azokban az időkben már úgy mentek a közvetítések, hogy amikor a Laci nem volt, mert versenyzett, akkor én ültem be a kommentátori székbe, és mellettem ült be szakkommentátornak valaki, itt most azt hiszem pont a Gábor volt mellettem. De van, amikor volt aztán a Walter Csabi, volt, hogy a Szabó Robi ült be mellém, szóval, hogy ott... De lényeg az, hogy mindig én kaptam meg a kommentátori széket, amikor a Laci a versenyzésénél miatt nem tudott eljönni. És pont ennél a futamon, pont a világbajnoki döntőre kvázi, valami miatt, szintén meg nem mondom, mert biztos valami versenye volt, nem tudott eljönni. És pont beültem abba a közvetítésbe kommentátorként, és ugye sikerült észrevennem, nyilván folytott esetben sem lett volna nagy gáz, hogyha mondjuk mi is csak fél perccel később, vagy egy perccel később veszük észre, hogy mi történt, de hát mégis azt hiszem, hogy ez egy jó dolog volt. Igen, az egy meghatározó pillanat volt. Igen. Még ezen kívül volt amúgy Forma 1-es közvetítéseid során olyan pillanat, amit így ilyen... A másik ilyen pillanat, azt is megmondom, hogy amikor már szintén ugye a Lacival évek óta közvetítettünk, ez egy német nagydíj volt, amikor... Megint érszem, látod, most már megkopik a memória. Räikkönen McLarennél megy. 2005. És vezeti a német nagydíjat. Igen. És kap egy defektet, és utolsó körben, igen, és a végén. 2005. Európa nagy. Európa nagy, lehet, hogy Nürburgring volt? Nürburgring volt, nem is sok ilyen, így van, Nürburgring. 2005 Nürburgring. Lerobbant a kerek. És ott a Laci fölhív a közvetítés előtt, nem is tudom, most meg nem mondom, nem pár órával, lehet, hogy egy nappal, hogy sajnos nem tud itt valami megint, nem tudom milyen tereprali verseny megint, ami bejött, és hogy akkor, hát azért még akkor azért az elején voltam, de ugye 2003-tól kezdtünk el közvetíteni, még talán 2 évesen közvetítettem, és azt mondja nekem, hogy figyelj, nem tudok bejönni, közvetítsd le. És tudod, így mondom, hogy érted, hogy közvetítsem le, de hát és akkor hogy, ki fog mellé tudni? Szóval senki, megcsinálod egyedül. Most ilyet benyögni azért úgy, hogy még 2 év rutin sem volt a hátam mögött, és úgy beülni, hát én már tényleg ilyen távlatokban nem emlékszem, de biztos halálfélelem volt rajtam, hogy úristen, nekem végig kell közvetíteni egyedül egy Forma 1-es futamot. Azért ez egy 2 emberes műfaj, persze le lehet tolni egyedül is, tehát nem erről van szó, de nem éreztem még akkor, hogy úristen, van ennyi rutinom, meg tudom-e csinálni, az egy nagyon kemény mélyvíz volt nekem. Nyilván a Laci is tudta, és nem véletlenül akarta rám bízni egyedül, mert ugye neki folyamatosan az volt a célja, hogy azért tanítson is engem, ne csak együtt közvetítsünk. És az is egy nagy előrelépés volt, azt hiszem, a pályafutásomban, nekem legalábbis személy szerint, hogy meg tudtam csinálni. És nem is kaptam rossz kritikákat utólag. Nyilván voltak benne hibák, tehát annyira elragadott a hév, amikor a Räikkönennel történt, az emlékszem, hogy jobb első kerekei defektet kaptak körülbelül, volt egy ilyen elszólása, hogy jobb első kerekei, ez valahogy megragad. De a lényeg az, hogy meg tudtam csinálni, és nem is volt rossz az a közvetítés, és akkor az is egy ilyen, az is azt gondolom, egy fontos mérföldkő volt. Én arra volnék még kíváncsi, hogy ha nem szakmai szempontból, tehát nem reporter szakmai szempontból, hanem Forma 1 oldaláról, hogy van-e olyan ebből a 9 évből, amire úgy emlékszel, tehát ezek közül, de akár lehet az utolsó mondani, és verseny, tehát egy kedvenc verseny, amire azt mondod, hogy na, az jó volt akár közvetíteni is, vagy csak nézni, vagy nem tudom, tehát egy olyan verseny, amire azt mondod, hogy az vagy egy-két ilyen. Hát nézd, az a baj, ez már tényleg összefolyik, mert gyerekként is, ugye én is néztem már 80-es évek végétől folyamatosan a Forma 1-et, nagy Senna rajongó voltam, tehát hát, de nehezet kérdeztél most, hogy olyan igazi nagy, nem tudom, olyan sok állomás. Hát nincs, nem, azt is mondtad. Nincs, igen, nem, biztos, hogy lenne, de nem tudok most így hirtelen. Annyi korszak volt ugye a Sennás korszakból, utána jött, amikor az Alonso volt a sztár, aztán ugye a Schumacheres korszakból is, olyan versenyek, azért mindig voltak olyan versenyek, amik azt hiszem, majd, ha nem azt mondom, minden évben biztos volt egy olyan drámai verseny, amire abban az adott évben visszaemlékszem, hogy így globálisan most feldolgozom mondjuk 30 év, tehát, hogy 20-at, nem tudok most így kiragadni, mert annyi dráma volt, hogyha segítsetek, ha ti tudtok, vagy én visszakérdeznék, hogy én nem tudok, mert nyilván most nem akarom mondani, mondjuk a biztos, hogy sose fogjak senki elfelejteni a 94-es imolai hétvégét, de hát az mondjuk egy negatív sztori.
Abból az időszakból, azt szerintem azt közvetítetted is, ha minden igaz, a 2003-as Brazil az nekem mondjuk mindenképpen megmarad, amikor nem tudom, mennyire van. Persze, az Alonso... Az, amit megnyer úgy... Alonso Webber, ott mindenki szanaszét töri magát. Igen, igen, a végén, a végén Webber, aztán Alonso még jobbat, és a fizikál a nyeri, de egy héttel később. Igen, igen, igen. De már előtte is van a... Nem is tudom, melyik kanyar, az anyas kanyar ott, hogy hívják azt a... Mindegy, tehát ahova kicsúszik, ugye először Schumacher, Button, Montoya, sorba csúsznak oda ezen a figurák, tehát hogy na, iszonyatos káosz futam volt az is, tehát az nekem például az egy nagyon... Érdekes, hogy ezt hozott föl, mert emlékszel erre a futamra? Hát, de a közvetítést nézted, nézted ezt a versenyt tévében? RTL klubban? És mi maradt meg a közvetítésben? ez volt az első közvetítés. Ugye, hogy hányféle szemszögben? Mert én megmondom, hogy nekem mi maradt meg. Hogy 2003 brazil nagydíj ott is valami miatt nem volt ott a Laci. Az volt életem első közvetítés, hogy nem volt ott a Laci. És úgy közvetítettük le a brazil nagydíjat, megint elment valahova, és beültetett engem meg a Webert, hogy közvetítsük le a brazil nagydíjat. Így van, nem ütjük el Laci, bocsánat, szállapon nekünk. De, ráhívhatjuk Misi. Palik Laci, jön mindjárt nagy futam, akkor lemaradjuk. Igen, érdekes, ez a kettő akkor kapásbolyt levaladt. Ott is már valami volt, már ott akkor első dakaros éveit csinálta a Laci. És arra emlékszem, hogy az volt az első, hogy beültettek engem meg a Webert, hogy közvetítsük le, és semmi másra nem emlékszem, csak először a Webber és az Alonso balesetére, és visítunk, mint a fába szorult féreg. Ez olyan, mert vége felé van, mert amiatt kellett azt hiszem lefújni. Vége felé, igen, de én arra emlékszem, hogy te üvöltök, mint a barom. Először a Webber tört össze magát, aztán az Alonso, és üvöltök, mint egy őrült. Tehát ott nyilván az még talán azt gondolom, hogy kicsit korai volt, hogy ott mi ott egyedül elszabadultunk, de az volt az első, amikor valamiért már a Laci nem volt ott, csak akkor nem egyedül adta oda nekem, hanem hogy csináljuk valakivel. Figyelsz, hogy nem emlékszem a közvetítésre, az effektetlenül rossz az. Tehát lehet, hogy ha nem, csak ezért kérdeztem, hogy milyen érdekes, hogy most mondtad, pont ezt a futamot mondtad. Nekem nem emiatt volt jutott eszem, hanem amiatt nem emlékszem arra, hogy ott megkaptuk azért a mikrofont. Azért nem tudtam volna, hogy hát mondjuk 15 év, 16 év távlatában, az biztos, hogy nem végignéztem azt a futamot még egyszer, de az még angol, nem találtam. Angol, igen, nem is fönt a magyar. Én is azt gondolom, nincsenek fönt, tehát ezzel nem lehetett föltenni, tehát nem is lehet. Tehát az RTL Klub archívumában biztos megvan, de nem fogod megtalálni. Nekünk fenn van. Kérjétek ki, de nem szívesen hallgatnám még egyszer vissza, mert akkor nem viszont nagyon rutinan voltam még, és nem is tudtam kordába tartani magamat, tehát gondold el egy ilyen drámai futamot megkapni rögtön elsőnek, szóval. Még miatt bocsánat, visszaadnám a szót a sánszak, még egy utolsó kérdés, azért hadd kérdezzek rá a 2005-ös Indianapolis-i eseményekre. Azt nem tudom, mert nekem, az viszont fönn van, legalábbis az eleje a YouTube-on is, csak egy rogyásig végignézhető. Meg is nézték aztán azóta több tízezren már. Az első pár. Igen, mindjárt mondok még valamit, eszembe jutott. Mondja csak nyugodtan. Nem, mondjad, majd utána. Azt akartam csak kérdezni, mert nekem úgy tűnik azért ott, most nem tudom pontosan szó szerint mit mondtok, Palik Laci is, meg te is, hogy mintha ott valami már, hogy nyilván lógott a levegő, azt természetesen tudtuk, hogy nem működik minden, de mintha valahogy megéreztétek volna, valahogy van olyan fél mondatotok, amiből nektek már esett volna, hogy ez esetleg lehet, hogy bolykott lesz, vagy valami igazán nagy botrány. Nyilván ezt nem mondom, de tényleg nem azért lehetett rá számítani, mert igen, ott mi volt ott, de hogy nekem azt, és amikor tényleg bejöttek, akkor az egy valódi, persze ott nyilván poénkodhatok is, mert hogy most miről fog, de egy valódi ilyettség, tehát akkor minden egyre menetek, hogy most 6 autót fog nézni, akkor mondjuk egy minárdi, meg egy két Jordan, tehát hogy most hát biztos, lehet ezt csinálni más felat, vagy... Nem, hát biztos, hát ilyettség, maximum rajtam volt ilyettség, hát ezért, ugye ezért volt egyszerű a Laci mellett ülni, aki nem tudom hány éves televíziós múltal akkor már, tehát ő az nem az az ijedős típus azért a Laci, legyünk őszintén. Úgyhogy az nekem érdekes módon lehet, hogy egyedül az egy nehéz feladat lett volna, de így, hogy a Laci mellett ültem, és azért így éltem át ezt az egészet, nem volt az egy nehéz feladat, tehát ott már nem emlékszem, végigpoinkoltuk az emlékszet, egészet drukkoltunk a Zsoltnak, hogy legyen az első pontja, az ott volt? Nem, az egy évvel korábban volt. De ott is nagyon sokan kiestek. Tessék, már ennyire nem emlékszem erre sem. De várj csak, 2000, ja igen, 2005, ott már nem, igen. Indianapolis volt a Zsolt is, csak négy. Nekem abban az első pár körből az maradt meg, hogy nagyon jól összeszedted azt, hogy mi történt. Igen, biztos, hogy rajta voltunk, tehát én emlékszem, hogy itt volt a gumi, hogy eldurrantak a kanyarban a... Igen, a Ralf Schumacher, balesete. És kérték, hogy tegyenek be a lassított, nem tudom, tehát jött azon a kanyarra legyen valami változtatás, mert... Igen, valószínűleg nem emlékszem. Akkor hát gondoltad, hogy én azért ott rettenetesen, miután még, hogy mondjam, tehát tudtam azt, hogy a Laci mellett valahogy meg kell felelni, ami nem egyszerű.
tehát rettenetes sokat foglalkoztam akkor vele. Tehát azért mondom, hogy most mindenki, aki benne dolgozik, nyilván akkor sokkal többet foglalkozik az adott témájával. Hát én akkor a Forma 1-ben nagyon beleástam magam. És már emlékszem, biztos, hogy rajta voltam minden rezdülésen, tehát tudtam pontosan, hogy a FIA már kiadott valamit, és hogy, hogy esetleg mire. Nem tudom, most csak találgatok, mert nem emlékszem. De azt tudom, hogy akkor nagyon rajta voltam a dolgokon, hiszen tudtam azt, hogy a Laci mellett nem lehet betűzni. Úgyhogy biztos gondolom ebből jött. Még visszatérve, akkor csak gyorsan egy dologra, hogy, hogy a nehéz közvetítések, hogy akkor ez is ilyen volt, nem 6 autó volt, vagy 8-6 autó, igen. Szóval azért biztos, hogy nem volt az se egy egyszerű, mint hogy a 2011-es kanadai nagydíjsem volt egyszerű, amikor az esőszünet miatt 4 órán keresztül. Négy órán. Azt mondtam volna másiknak ilyen. Az most jutott eszembe, azért mondom, na ott 4 órát kellett kibeszélni az esőt. Tehát 4 órát az esőt néztük, semmi mást, a szakadó esőt. És emlékszem, hogy kint a szerkesztő kollégánk egyeztetett a programigazgatóval, a Kolosi Péterrel, hogy akkor most mi legyen. De nem lehetett, mert, tehát ugye már gondolkozták, hogy úristen, hát tönkreverik az RTL-t nézettségben. Meg ki, mit, a nézők azok már rég a TV2-t nézik, és az ott menő nem tudom milyen filmet éppen. Bármit gyakorlatilag. Bármit, de ki az a hülye, aki az esőt akarja nézni, de nem lehetett elvenni a képet. Nem lehetett elvenni a képet, mert ez volt a szerződésben. Nem, az volt a szerződésben, nem lehet megszakítani a befutóig. És mivel nem tudtuk, hogy mi lesz, ezért sajnos a Kolosi Péter is emlékszem, hogy örjöngött, de megnézték a jogászok gyorsan fölé, ott mindenkit hívott, a jogászok mondták, hogy sajnos nem tud leállítani. Hát azok kikészültek idegileg, hogy egy kereskedelmi tévén vasárnap este, ami főműsoridős igen, volt, igen, nyilván, tiszta ideg volt mindenki, majd másnap megyek be, hétfőn a tévébe, akkor már ugye megjöttek a nézettségi adatok, vagy kedden, nem tudom, és mindenki, hogy gratulálok. Az Istenhez gratuláltak, amikor itt szenvedtük. Hát és tényleg az volt, hogy nem kapcsoltak el. És nem, hogy nem kapcsoltak el, hanem annyira kíváncsi volt mindig, hogy na ebből mi lesz, hogy majd, hogy nem az volt, ha jól emlékszem, hogy még azt is kimutatták a nézettségi adatok, hogy elkezdett nőni. Tehát nem az volt, hogy átmentek a filmre a TV2-höz, hanem a TV2-re jöttek ide, hogy úristen gyerekek, itt mit történik, nem történik, ugye a szakadó esőben, ugye nem történik semmi, de mégiscsak van egy izgalma annak, nem, hogy ebből most hogy jössz ki, mármint ők hogy jönnek ki, és megnyertük azt az éjszakát, a főműsoridős éjszakát a szakadó eső közvetítésére. A kis izék, emlékszem, madarakat mutattak fel. Igen. És tudjátok, hogy akkor még nem volt az a szabály semmi, most már bevezették azt az új szabályt, hogy nem, azt hiszem 4 óránál mindenképp. Na ott semmi nem volt, tehát ha 8 óráig esik, akkor 8 órát nézzük, de 4 óráig tényleg az esőt néztük. Ez pont Kanada, tehát hogy és ott Kanada. Nem is volt részes az, hogy igen, a sütétedés. Nem tudom. Este 7-ig. Na az is egy. Hajnali 2-ig ott ülhettetek. Igen, és azt hiszem, hogy jól emlékszem, most akkor mondom, 30, hogy itt se volt a Laci. Vagy itt a Laci volt? Nem. Walter Csabiban volt. Walter Csabiban. Itt se volt a Laci. Tehát ez most megint ugye ezek a közvetítések, hogy itt is egyedül voltam. Valahogy, hogyha nincs ötök, ez egy jó, az, jó futam. Azért volt egy pár kemény feladat, amit meg kellett. Érdekes, így mondod, mert ebbe így még nem mondottam be, hogy az izgalmas futamok az valahogy ilyen kerülték. Lacit vagy Laci került el az izgalmas futamok. Nem, hát tudom, de nyilván az az érdekes, látod, hogy azért engem annyira nem ismertek, tehát azért, hogyha most megkérdezed a Laci nevére, úgy mindenki emlékszik, de arra nem tudja, meg emlékszik a kanadai futamra, meg a brazilra, meg a másik brazilra 2008-ból, de azt nem fogod tudni megmondani, hogy azt én közvetítettem, és nem a Laci, csak én tudom megmondani, mert ugye nyilván nekem ragadt azért meg, mert ezek a pályafutásomnak azt hiszem a legérdekesebb pillanatai. A 8-asokban speciál emlékeztem, hogy a nyomból. De mindig. Parancsoljatok, bocsánat, nem voltam csak mondani. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogyha ma fölkérnének arra, hogy a Palik Laci újra folytathatnátok a formáját, azt elmondanátok. Ezt a kérdést vártam. Amikor ide bejöttem, gondoltam, hogy ez biztos megfelelhetően kérdezni, pláne, hogy a Laci most föltűnt újra a képernyőn, ami megmondom őszintén, én sem szállítottam rá, mert azért azt hiszem 8 éve volt utoljára a televízióban, és egyszer csak elvállal egy ilyen adást, megmondom őszintén, hogy nem is hittem el. Úgyhogy biztos voltam benne, hogy ez a kérdés ez sokakba föl fog merülni. Kicsit Kuzsán volt benne, hogy kerülgetjük meg, hogy biztos sokan kérdeznek Laciról, nem az, hogy erre hegyezzük ki, de olyan sokat beszélt, hogy azért gondoltam felmerül. Figyelj, nem beszélgetek nagyon senkivel erről, tehát nem tudnak kérdezni róla, mert nincs, nem, hál' Istennek már nem vagyok ennyire a fókuszban, hogy most engem... Figyelj, de mikrofon. De én nagyon örülök, hogy a Lacit újra láthatom, tehát tényleg régen, ugye azért minket is más irányba sodort az élet, tehát volt egy jó néhány év, hogy azt sem tudtam, hogy mi van vele. Úgyhogy nyilván én voltam az első között, aki is ott ültem, azt hiszem január 2-a, 3-a, nem tudom, mikor volt az első Exatlon, de... Január 2. Hát, hogy na, ezt muszáj megnézni, igen, mert ez televízió történeti pillanat következik, hogy a Laci visszatér a képernyőre, úgyhogy...
Úgyhogy nem tudom, hát figyelj, nem tudok erre a kérdésre igazából válaszolni, ez annyi mindentől függ. Tehát nyilván erről szó sincsen, tehát azért rögtön szögezzük, hogy ez most egy fikció, amiről beszélünk. Tehát senki nem szólt, hogy akkor igen, rögtön valaki ezt holnap megírja, hogy te ezek újra összeülnek. Nem, szó sincs erről. Tehát, Ülnék, ha ennyi hallgatnak az epizódnak. Elég, ha egy ember valakinek továbbadja, és nem tudom hányan hallgattak titeket, de elég, ha egy ember továbbadja egy olyannak, aki aztán még valakinek is és rögtön kitalálnak. Valóságtól elrugaszkodott. Igen, tehát ez semmi. Nem tudom megmondani, mert nem tudom, mert egyszerűen nagyon érdekes, mondom, nagyon sok, ahhoz le kéne a Lacival beszélni, hogy ő hogy látja ezt az egészet. Szerintem én ezt nem tudom egyedül eldönteni, ehhez kéne a Laci is. Tehát én ezt most erre egyedül azt nem tudom mondani, hogy igen. Ahhoz nekünk le kéne kettőnknek ülni beszélgetni, először is kéne, hogy jön egy felkérés. Kéne, hogy lássam, hogy mik a feltételek, és kéne, hogy vele beszéljek, hogy ő mit mond, hogy hol tart ő, mennyit változtunk 8 év után, egyáltalán van-e neki kedve hozzá, nekem nem tudom, tehát annyira nem, biztos jó pofa lenne, tehát egyszer jó pofa lenne, de lehet, hogy a Laci is azt mondja, hogy figyelj, mi már túl vagyunk, ezt már még egyszer ne kezdjük el, mert semmi értelme. Tehát azért mondom, hogy ezt én egyedül így önmagamtól sem tudom, nem tudom megmondani. Tehát, ehhez az első lépés az, hogy a Lacival neki jól beszélni, hogy mi van. És neki egyáltalán lenne kedve hozzá. Én nyilván a Form 1-et, tehát én nem szakadtam el ugye az automotorsporttól, most ugye a Spillertrén MotoGP-vel foglalkozom. És nem tudom most olyan figyelemmel követni a Form 1-et, mint akkor, amikor csináltam, hiszen azért 19 MotoGP hétvége mellett még 20 vagy 21 Form 1-es hétvégét a tévé mellett eltölteni. Azért van egy családom, azóta már született egy gyerekem, tehát azért most már másra is kellene az idő, tehát ez nem fér bele. Úgyhogy az is egy érdekes kérdés, hogy most újra nekem is át kéne gondolom, hogy egyáltalán akarnék-e még formáját közvetíteni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, erre nem tudom én most válaszolni. Ez csak úgy tudná, hogy a lombáda. Nyilván nem tudnék, tehát a kettő együtt nyilván nem menne. Mondom, azért mondom, hogy ennek nagyon sok összetevője van, tehát hogy éreznék-e én is, van-e bennünk még annyi, kíváncsiak-e ránk a nézők, nem tudom, csomó kérdés fölmerülne bennem, hogy most mi legyen, hogy legyen, nem tudom, tényleg nem tudom. Említetted azt, hogy régebben nem beszéltél a Palik Lacival, de most akkor már igen, tehát hogy tartjátok valamilyen szinten a kapcsolatot? Hát az utóbbi 2-3 évben, amikor már újra többet járt Magyarországon, akkor egyszer összefutottam veled, valahol már nem emlékszem, és felvettük újra a kapcsolatot, nem sokszor, de egyszer-egyszer úgy dumáltunk még, akkor még közel nem volt ez a visszatéréshez. És most, amikor visszatért, miután én is ugye a Spiller TV a TV2 kötelékébe tartozik, a karácsonyi partin, a TV2 karácsonyi rendezvényén, ott már Lacit meghívták, mint TV2-s arcot, engem meg, mint Spiller TV-t, Spiller TV-s kommentátort, és akkor most legutóbb, azt pontosan el tudtam nektek mondani, december 16-án volt talán a karácsonyi partin, hogy ott találkoztam vele, és akkor nem tudtunk sokat beszélni, mert nem is tudom, többekkel ott másokkal volt, tehát oda mentem az asztalához, ott többen beszélgettünk, körülbelül egy, nem tudom, 5 percet beszélgettünk maximum. Jót elröhögcséltünk, mondta, hogy most utazik el Dominikára, jön majd vissza február végén, tehát gyakorlatilag semmilyen folytatása nem volt a sztorinak, de hát úgy nyilván jó pofa volt. De előtte egy évvel vagy 2 évvel már egyszer beszéltünk, tehát nem úgy találkoztam vele a karácsonyi parton, hogy 10 éve nem láttuk egymást. Inkább az volt, hogy amikor ő abba hagyta az egészet 2010-ben, ott volt egy hosszú szünet, mert ott semmit nem tudtam róla 5-6 évig, nem tudom, azért mondom, hogy nem emlékszem, hogy mikor futottam el össze. Pont emlékszem még, hogy a 2010-es brit nagydíj volt az utolsó, amit együtt közvetítettünk. De jó, hogy emlékeztem, mert én pont erre gondoltam, arra gondoltam, hogy megfejtettem kérdezni, hogy mit közvetítettünk utoljára, és nem emlékszem. Az volt az utolsó. 10-es brit nagydíj? Igen. Nagyon jó. Ez jó, mert én arra emlékszem, hogy ugye a magyar nagydíjat sose közvetítette, ugye azt én már majdnem a kezdetektől, nem kezdetektől, de egy idő után egyedül csináltam, mert ugye ott a hungaroringi elnöki teendői miatt nem tudta azt csinálni. És úgy emlékeztem én is, hogy 2010-ben a német nagydíjat se csinálta velem. Tehát akkor a britet közvetítettük utoljára. Na. Ez a szárnyas? Igen, amikor Vettelnek megadták a Webber szárnyát. Igen, és aztán, igen. Hogy mi történt velem? Mi volt? Az időmérő edzésen, vagy hát a harmadik szabad edzésen
Vettel összetörte az első szárnyát. Ja igen, itt volt. És a Webbernek az autójáról átrakták ja, és a Vettelére azért, mert hogy a Vettel jobb időt ment az ja, mert egy új szárnyuk volt egy csak. Egy új szárnyuk. Emlékszel, igen, így van tényleg. Webber ezután mondta. Örjöngött meg. Igen, igen, hogy nem rossz egy második számú verseny. Ja, a rádióban ráadásul. Igen, a rádióban. Emlékszem, igen. Tényleg óriási. Na, tessék, de jó veletek beszélget. Legalább nekem is felfrissül a memóriám, mert ez már nem volt meg, de nekem is eszembe jutott, hogy mikor, miután továbbfűztem, mert tudtam, hogy ezt megkérdezitek, mondom, mikor egyáltalán mikor közvetítettünk utoljára, és akkor ez 2010 brit nagydíj, tök jó. Igen. Már megérte idejön, tessék. Akkor még egy picit maradva, hát most nem, de nyilván az, hogy most találkoztál, Lacival, mindegy, ez most nyilván eddig tartott az a bulvár része időzőjelben, vagy nem tudom, csak ugye azért kérdeztük, hogy azért gondolom a többieket azért érdekli, meg szerintem egyébként a követőinket, a olvasóinkat is, mert hogy ez ilyen, hát most milyen fokon, ez a magyar forma egy követők számára, azért nem tudom, mi a Beatles összeáll, vagy nem tudom. Ezek aranyos szóval, vagy. Szóval, nekem biztos, nem Jézus tudom, Mária. Hogy fiatalon. Örülök, hogy... Hát, a 20-as, 10-es évén vége, 20-as, tehát én így gyakorlom vége 20-as éveivel el, amikor néztem a formáját. Még ugye, amikor elkezdtem nézni, akkor az egyik legendás páros, ugye a Dávid Sándor, Palik László, ott Palik László mellett, ugye a Dávid Sándor mellett Palik László, ugye. Hát már nem tudom, hogy az erőse, tehát ott az erős. Igen, abszolút. Komori, nem, hát az komori, abszolút. Komori port, tehát 99-91 óta, 89-91 óta, tehát egészen régóta. Na, én sem tudom, hogy amikor kezdte, nem tudom, hogy a Dávid Sándor már mikor kezdte. A Dávid Sándornál azért jó a fiatalabb. Igen. Emberként közvetít, és akkor utána meg a tiétek azért teljesen ugyanolyan legendás páros. De talán, köszönöm szépen. Szerintem nem tudom, most voltam cáfátok meg, de szerintem abszolút. Én és mindenképpen rajtatok nőttem fel, tehát hogy hiszen már ez a Forma 1-et, és azóta is. Aranyosak vagytok, ez jó hallani, megmondom őszintén. De... És hát tulajdonképpen miután ugye hát YouTube van, és azért nem, persze nem lehet fölteni, mert nincsenek egész futamok, de azért több tucatnyi vagy százal vannak fönt olyan és mind a kettőtöknek a kommentárja rajta van. Ja igen, tudom, hogy tulajdonképpen, mert volt köztük, közöttek mindig valami szerep. Azért az érezhető volt. Természetesen mondotta is, hogy te tanultál mellette, ő már nagyon régóta csinálta, akkor nem közöttítette. De ez a szerep, ez olyan, nyilván nem volt tudatos, leültöttek és megbeszéltétek, ez a habitusotokból adódott, vagy ezt Laci döntötte el, vagy ez csak úgy lett. Nagyon fontos, hogy semmit, tehát a Lacival az soha, tehát nem tudom mikor, na most az utolsót mondtad, ugye az elsőre visszatérve, hogy az 2003 másik, amit a Laci soha nem hívott oda magához, hogy tehát a tanítás nem abból állt, hogy gyere leülünk és megbeszélünk, hogy soha. Egyetlen egy percet soha nem beszéltünk, hogy fogunk közvetíteni. Tehát semmi előre lebeszél dolog nem volt. Ő jött, ülj be, aztán majd, hát tehát olyan dolgokkal indultunk ugye, hogy én beültem mellé közvetítéseket, én sosem tudtam, hogy mi vár rám. Tehát nem, ez nem egy olyan tanítás, ez nem egy az a klasszikus tanítás, hogy gyere fiam, most beülünk egy vágószobába, és én megmutatom, hogy nem. Ő gyakorlatilag élesbe tanított engem, kvázi élő közvetítés alatt. Tehát mondjuk mondok egy példát, már csináltuk egy ideje együtt, amikor mi nyilván az elején úgy ment, hogy ő fölvezette, elment a rajt, és mondjuk az 5.-6. körig én meg se szólaltam, amikor még elkezdtük, hanem vitte a közvetítést, amikor volt egy kis csönd, akkor mondtam valami okosságot, nem tudom éppen, örültem, hogy megszólalhatok. De aztán voltak olyan lépcsőkök, egyszer csak bejutunk a közvetítésbe, na erre is emlékszem, tudja, hogy Monte Carlo volt, na ez is tökéletesen van, ez Monte Carlo, csak nem tudom megmondani, hogy melyik év. Akkor beülünk, hát én tudod, úgy ülök oda be, már nem tudom, hanyadik futamon, hogy majd a Laci, meg izé, legközvetítések, vagy rajt, felvezetés, rajt, és akkor majd valamikor 6.-7. kör, tehát majd, hogy nem azt mondom, nézőként ültem ott egy ideig. Beülünk, halál nyugodtan, beül mellém, maga kis őrült nyugalva volt, tehát azért mondom, hogy a Laci azért ugye más kategória. És akkor felkonferálják a futamot, a műsorvezető felkonferálja a futamot, talán még egy kis reklám lemegy, főcím, kép, én gyakorlatilag majdhogy nem így hátradőlve lecsúszva a széken várom, hogy a Laci megszól, erre Laci fogja, ugye ott van mind a kettőnk előtt a két kis ilyen kommentátor box, és benyomja az enyémet, és így rám néz, és így lecsúszva a székről kap, ránézek, mondom, most mi van, és mutatja, hogy akkor most nem tudom, azt sem tudtam nyilván, nem, hogy mi, ez most mi lesz, kezdjed el. Na, szóval ilyen helyzeteket csinált nekem pályafutásunk során, és akkor erre emlékszem, hogy akkor meg kell tolni. Nem emlékszem már utána, hogy mi történt, de nyilván végigbeszéltem. És akkor egy idő után ebből alakult ki, ezt is ő találta ki az egészet, tehát ez nagyon fontos, de szerintem ő se úgy találta ki, hogy otthon este azon gondolkozott, hogy holnap mit csinálják a Zollnerrel, hanem beült, és ez egy spontán jött neki valami ötlet, és azt ő ott élőben megvalósította. Tehát nem hiszem, hogy a Laci ezen
kettő percig agyalt valaha, hogy milyen helyzetbe fog engem hozni, és aztán egyszer csak a következő futamra is benyomta, aztán egy idő után tudtam, hogy az a feladatom, hogy én vezetem föl, és a rajta előtt elhagadhatok, de én is úgy tanultam meg, hogy ő mit akar, fogalmam sem volt, sokszor fogalmam sem volt, hogy mit akar. És ez így ment végig, tehát ő kitalált valamit ott helyben, és nekem utána megtanultam, hogy ott nekem ott akkor helyben reagálnom kell valahogy. És azt hiszem, hogy ez a habitusomból fakadt, hogy én aztán hogy tudtam én reagálni, és ő milyen helyzetekbe hozott. Tehát azért valószínűleg azért tudtunk mi úgy jól a végén együttműködni, mert valahogy az én habitusom passzol az övéhez. Tehát ő ugye egy nagyhangú, hogy mondjam, domináns személyiség. Én meg tudtam azt az alárendelt szerepet játszani, ami azt hiszem, hogy a kettős közvetítésben egyébként egy alapfeltétel, hogy akkor tud egy páros közvetítő, egy közvetítő páros jól működni, hogyha nem egyenrangolk a szerepek, mert akkor össze-vissza beszélsz a másik szalába, azon versenyeztek, hogy ki az okosabb, ki beszéli túl a másikat, itt nem. Tehát itt az volt a jó, én azt gondolom, hogy nyilván nem volt kérdés, hogy ő a domináns és én nem, hiszen azért tehát ő volt a nagynév, ő volt az, aki ezer éve tévézett, én voltam mellette a fiatal, de mégis ettől lett jó a dolog, mert én még nem akartam átugrani ezt a szerepet, nem akartam versenyezni egy idő után. Lehet, hogy egy bizonyos pár év után már akár lehet, hogy én voltam a felkészültem, mert nyilván a Laci annyi mindent csinált a Hungaroringen, hogy már nem úgy jött be a közvetítésre, hogy az összes statisztikai adatot tudta, tehát sőt, biztos, hogy én voltam a felkészültem egy bizonyos időszak után. De mégse akartam azt, hogy na most már három év után megerősödve, hogy most már tudom, hogy most már én is tudok közvetíteni, na majd akkor most lebeszéljük a Palik Lacit, és majd itt megmutatjuk a nagyvilágnak, hogy itt megjöttem most már én is. Nem, sosem volt ez valahogy, mondom, szerintem a habitusomból fakadom, meg tudtuk tartani mindig ezt a szerepkört, és talán ebből lett ez az egész aztán, ami nem feltétlenül volt így az első két-három évben, tehát kvázi ez a vicces rész, ez egy idő után alakult csak ki. Az első pár évben, higgyétek el, nem emlékszik már, sok ember nem emlékszik rá, nem tudod visszapörgetni, de amit én ott produkáltam, az a nullával volt egyenlő, mint produkció, tehát nem tudtál arra sokat. Tehát tényleg nekem nagyon meg kellett találnom a helyemet, tehát még egy klasszikus történet akkor, 2000... nem tudom, négy, mikor volt az, amikor meghalt a Schumacherék édesanyja, és elmentek a kórházba. Három. Imola. Na, tehát hogy azok, mondjuk pont az még az első év, szóval az első két-három év, hogy milyen rutintalanságokkal telt, de már talán ezt is több helyen elmondtam, hogy érted, Imola, meg visszajönnek, ugye elrepülnek, édesanyjuk meghal, visszajönnek a pályára, a két Schumacher testvér, mind a kettő dobogor áll, ráadásul Mihály nyer, a Ralf talán harmadik, nem emlékszem. Nem, szerintem pont barikádon megelőzte. Akkor Ralf nem fért fel a dobogóra. Na mindegy. Én úgy emlékeztem, hogy 1-3-ban voltak. Egy ideig. Raikkonen volt a második, és Barrichello a végén először. Igen. Na, és akkor ugye jön a dráma, és hát ami a nagy dráma, hogy a Schumacher megnyeri ezt a versenyt. Igen. És jön az utolsó három kör, kettő kör, és akkor már tényleg látom, hogy a Laci nagyon, nagyon rutinosan elkezdi ráfűzni, hogy ez a gyerekek, ilyet nem minden nap lát az ember. Hogy ez mekkora dolog, hogy odajössz, ilyen lelkiállapotban, beülsz abba az autóba, és nem az, hogy a falnak mész, hanem megnyered a futamot. És ezt elkezdte fölépíteni a végét, ezt a három kört, hogy itt hogy a végére kicsúcsosodjon, hogy mekkora teljesítmény ez, és tartott hatásszüneteket. És én ott akkor még rutintalan módon úgy éreztem, hogy nekem most be kell szólalnom. És egyszer beleszóltam, akkor éreztem, hogy nem biztos, hogy kellett volna, akkor még egy hatásszünet, akkor megint beleszóltam, hogy valamit kinyomott. Kinyomtam a mikrofonomat, és akkor ott már nem tudtam megszólalni az utolsó két körben, ugye jobb is volt nyilván. Lement a dráma, a vizé, megnyeri a Schumacher, lemegy az adás, izé, és akkor leveszi a fejhallgatót, leveszi az enyémet is. Ott volt nálam ilyen stóc papír, ami minden össze volt írva, nyilván akkor úgy ültem meg közvetíteni, hogy minden szírszart fölírtam. És akkor ott kaptam egy olyan fejmosást, arról, hogy itt a közvetítés nem arról szól, hogy az ember behozza a papírét, és amikor lehetősége van, akkor lenéz és felolvas valami baromság, oda nem írva baromságot. Tehát akkor ugye az is, abból nagyon sokat tanultam egyébként. Szóval ott akkor ott volt egy kemény fejmosás, hogy ezt felejtsem el, így nem lehet, figyeljek oda rá, ne hülye. Mindegy, hosszú nem is akarom elmondani, ez nekem volt fontos. És azért mondom, hogy ez így lépésről lépésre alakult ki a mi kettőnk kapcsolata. És én azt gondolom, nem tudom megmondani, de talán 2006-tól vagy 2007-től lett ez jó. Az igen. Első három nem is tudott jó lenni, mert nem voltam még messze azon a szinten, hogy jó legyen, jó lehessen. Talán a negyedik, ötödik évtől kezdett el működni, hogy már fölnőttem arra a szintre,
hogy hasznára voltam a közvetítésnek, nem csak a hátrányára. És onnantól kezdtünk el, onnantól már tudtunk jól játszani. És valahol ott indult, szerintem. De mondom, ebben sem volt semmi tudatosság, hanem ott valahogy azt mondom, hogy inkább megtaláltam a helyemet a Laci mellett. És aztán már kezdtünk olyan kapcsolatban, ami már nem csak úgy ültem be a kommentátorásba, hogy én azért nyilván féltem is, hogy azért tőle, hanem hogy már oda mertem szólni, amikor kellett, már egy picit én is elmertem kezdeni vele kicsit. Pedig régóta ismertük egymást, de mégsem volt az a viszony, tudod, tehát azért mégis van köztük. Nem tudom, szóval szakmailag annyira messze voltunk egymástól, hogy azért ott a tisztelet, meg minden ott van a fejedben, és akkor nyilván nem tudsz úgy beszélni, mint a haveroddal. De talán ez is eltűnt 3-4 év után, mert akkor már sokat voltunk együtt, és akkor onnantól kezdődött talán az, hogy ő is már egyenrangúbb partnerként kezelt engem, én is elfogadtam, vagy mondom, megtaláltam a helyemet, és így talán ott valami onnan indult. De egyébként csak visszatérve hogy az előző kérdésre, meg arra, ami tudsz elválaszolni, nyilván újra kezdeni, de le vagy, hogyha most olyan helyzet adódó, hogy mondtad, hogy ez irreleváns a kérdés. De hogy ez nekem tetszik, hogy amiket most azóta meséltél róla, hogy ezeken egy kinyomja a mikrofonot, vagy éppen begyom, amikor mit tudom, nem számítasz rá, tehát így nem szivatásnak hívnám ezt, de olyan, nem ez. Hogy mondják ezt ilyen szakmai feladatok elé állítani hirtelen. Ennek nem mondtál egyből nemet, tehát nem mondanád, hogy semmiképp nem kezdenék újra vele, vagy hogy olyan helyzet adódna, tehát az nem. Sőt, én azt mondom, hogy én iszonyú szerencsés voltam azért, hogy én a Laci mellett nőhettem föl. Mm. Tehát azért nem olyan könnyű, ma már most jön egy fiatal generáció, nem mindenkinek adatik meg a lehetőség, hogy úgy jön meg közvetíteni, hogy egy rutinosabb embertől tanulhat. Nem, csomó fiatal jön, látom azért, hogy mi megy a sporttelevízióknál, nem... Szóval egy kicsit ez most úgy felpörgött, annyi sporttelevízió van, hogy nem minden fiatalnak, nem biztos, hogy minden fiatalnak megadatik, hogy valami idősebb elmondja neki, hogy mi a jó, meg mi a nem. Tehát ilyen értelemben én nagyon szerencsés voltam. De nyilván, ha most ülnénk össze, már annyira teljesen más helyzetből indulnánk, mint akkor. Hogy ezért mondom, hogy nem tudom. Tehát azért mondom, addig nem is tudnék erre a kérdésre válaszolni, míg erről nem beszélnék vele. Persze, nem akartam viszont meg azt se tudnám, hogyha most közvetítenénk, hogy most mi... Nem biztos, hogy még egyszer ugyanazt el tudnánk játszani. Nem tudom. Mm-hmm. Már el tudnánk játszani, most ezt idézélve mondom, hogy még egyszer ugyanaz működne. Igen, vagy ugyanúgy működne, vagy ugyanaz működne, vagy más, nem tudom, beülnénk, és ott megint lehet, hogy akkor derülnék ki, hogy most hogy viszonyulunk egymáshoz. Nem tudom, tényleg egyszerűen ez egy fura, nehéz kérdés azért. De hát voltak már zenekarok, amik utólag összeálltak és működtek. Egy-egy koncertre még. Vagy volt a Forma 1-ben is, aki visszatért, és mondjuk ott párosok vannak, persze visszatért, és utána a világban nem is lett. Igen, ilyen is volt. Nem, hát meglátjuk, mit van a jövő. Az a, egy, ebbe is, amit kérdeztem, eddig is volt már olyan, amit követőnk tett föl kérdést, vagy egy átalakítottam lőtetet, de van egy konkrét, amit kérdezett valaki, hogy mi hiányzik neked inkább a mai Forma 1-ből? Vagy mi az, amit kritikának mondaná, vagy nem tetszik? Nagyon egyszerűen megmondom, én a mai Forma 1-ből a veszélyt hiányolom nagyon. Ami miatt régen ezrek, és nyilván nem az a cél, hogy most lángoló autókat lássunk meg halott versenyzőket, de mégis a veszély nagyon hiányzik. Tehát ez körülbelül... Mindig azt szoktam mondani, hogyha erről kérdez engem valaki, hogy egy hasonlatot mondjak, kicsit olyan nekem, mint ez a mai Forma 1, bevezetve a fejvédőt is. Tudom, hogy a Bianchi nem halt volna meg, a Jules Bianchi, de akkor is. Mondok egy hasonlatot, a profi boxban hányan haltak meg? Most képzeld, hogy a profi boxban ezek, vagy kiütöttek embereket, és ott voltak súlyos balesetek. Hogyha most a profi boxban egyszer csak azt mondták volna a Mayweathernek, hogy a következő meccsen fejvédőbe boxolsz. Elveszítette volna a profi box azt, amiért a profi boxot az ember nézi. Miért nézed a profi boxot? Azért, mert arra vársz, hogy valaki csúnya dolog, de mégiscsak arra vársz, hogy káozzon valaki. Hogy valaki akkorát kapjon, hogy kiesik a ringből. Tehát azért nézed, mert egy veszélyes sportág, és tudod, hogyha ketten oda bemennek fejvédő nélkül, akkor ott egy ütés akár, még az is benne van, hogy halálos is lehet. Na most ezt kezdik kivenni a Forma 1-ből, teljesen kivették a veszélyt belőle. Történt egy haláleset, tényleg szörnyű a Bianchi halála, tehát félreértés ne essék. Erre azonnal be kell vezetni egy fejvédőt, mert nehogy még egyszer ilyen előforduljon. Szóval, hogy annyira kezdi ez a Forma 1 elveszíteni azt, amiért régen ezek a pilóták hősök voltak, és olyan emberek voltak, akik extrát, vagy olyat csináltak, amit más nem tudott volna megcsinálni, hogy ma már ez nincs benne. Én úgy érzem, hogy nem tudom, csúnyán hangzik, de lassan tényleg nincs olyan helyzet, hogy itt akár az ember az életét... Nem játszanak ezek a versenyzők már az életükkel, én úgy érzem. Hiába nagy a tempó. Nyilván, hogyha valakinek most itt a 300-al a falnak van, akkor nem elég a háló, de akkor is nincs meg az extra veszély, ami miatt a Forma 1 régen a Forma 1 volt szerintem. És mit gondolsz, tehát hogy a veszély kezd kialni a Forma 1-ből?
az adott esetben növeli mondjuk az indikárnak a népszerűségét. Hát, mai napig vannak olyan balesetek, hogy persze. Hát igen, hát nézzük az indikát. Most nem tudom, már ott is aztán ott is bevezették ezt a... Nem, most nincsen. Hát, na, akkor tessék. Igen, abszolút. Hát, igen, én azt gondolom, hogy ma az indikár az közelebb áll a régi autóversenyzéshez, mint a Forma 1, sokkal. Igen. Igaz, hogy ezek az ovápályás versenyek, ezek tőlem távol állnak, de hát ott olyan balesetek vannak, mondjuk a Vikens esete, hogy egyszerűen nézettsége is azt gondolom, nézd meg, hogy milyen az indikárnak. Nyilván Európában valahogy sose fog tudni betörni az indikár, mert a Forma 1 annyira erős brand Európában, hogy ott tényleg akármekkora baleset van, még mindig nem, hiába közvetítesz le egy indikár futamot, messze nem fognak annyian itt Magyarországon megnézni, tehát talán Európában sem, mint a Forma 1-et. De valójában az indikár jelen pillanatban, én azt gondolom, igen, sokkal közelebb áll a régi komoly autóversenyzéshez, mint a Forma 1. Lásd, az Alonso is nem véletlenül próbál oda menni, és esetleg megnézni egy időt. Ez nagyon nagy dolog, lehet, hogy nagyobb dolog lenne most, és Isten ments, hogy valami baja legyen, mert azért láttunk már egy-két Forma 1-es pilótát, ugye a Pikét, emlékezünk viszont Nelson Pikére is, vagy a Mansellnek, nem tudom, hogy volt a nagy balesete, de hogy azért nem olyan egyszerű az átjáróház, hogy a Forma 1-ben megérkezek az Indigárba, pláne ezért, mert az ovápályás verseny, ez egy teljesen más műfaj. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, jelen például, hogyha ezt nézzük, akkor az Indikár az keményebb dió, mint a Forma 1. És nekem most mi az ellen MotoGP? Hát a MotoGP az egy új szerelem, a MotoGP, tessék. Most a MotoGP-ben attól, mert buknak, akkor most bukókeretet raknak, majd hogy ne essen le a motorról. Tehát szó sincs ilyenről, ugye? Én azt gondolom, hogy a MotoGP is ezért jó, mert úgy, a MotoGP ugyanaz, mint régen. Oké, hogy sok az elektronika már a mai motorokban, tehát nem tudnák kezelni gázhúzogatással ezt a hihetetlen erőt, de hát ugyanaz a veszély megvan, mint a 80-as években. Jobb a technika, lehet, hogy van már kipörgésgátlóik, meg nem tudom mi, de hát itt a Mugello-ba tavaly 350-nél esett a Ducatival a Pirro, aki ugye átült tesztpilótaként, kapott egy versenyt. Tehát olyan életveszélyben vannak percről percre. És ugye Mugello-ban mai napig ugye 350 fölött mennek a célegyenesben, 350 fölött egy motor, azt próbáljuk meg pillanatra csak ezt elképzelni. Hogy ezek az emberek továbbra is az életükkel játszanak, és én nem érzem ma, hogy a Form 1-es pilóta az életével játszik. Nem. Szerintem ma már nem játszik az életével, és nem beszélve a pályákról. Hogy gyerekek vezetik. Hogy ezek az új pályák, ugye 40 km-es bukótér, azt se tudod, hogy néha a felső kamerálásban nem tudom meg, hogy melyik a pálya és melyik a bukótér. Francia, igen. Le van aszfaltozva. Igen. De nagyon jó, hogy pénteki szabad edzést nézel, hogy gyakorlatilag össze-vissza. Tehát gyakorlatilag nem is tudom, hogy a pálya tényleg össze-vissza mindenfele. Igen. Nem baj, hogy most egy kicsit kimentünk vissza, hogy én arra igen, vagy én abszolút, amikor volt az a nagy balhé két év, amikor Hamilton átvágott egy, és úgy nyerte meg a futamot. Német nagy díj. Malajziában, vagy hol nem, volt? Nem, német, Hokkaihegy. Most Németországban is volt? Visszatapel, és akkor nem büntették meg, és akkor jött ez a... De ha fal lett volna, akkor mi van, ha ott fal van? Szóval én abszolút egyetértek vele. Figyelj, elrajtolsz, mész, mint a barom. Ja, hogy sok volt, egy kicsit, semmi gond. Kimegyek 40 kilométert az aszfaltot, visszajök és megnyerem a versenyt. Szóval ez mi? Tehát ez mi? Tehát ugye a motornál eleve nincs ilyen, mert ott, ha kicsúszol a bukótérből, ugye az még sóderezett. Gyula megmondja, hogy a eleve nem tudsz visszani, vagy mire visszajössz, már rég elment a félmezőny. Itt kimész autókezőjét a bukótérbe, visszajössz, és talán hagyják, hogy megnyerd a versenyt. Szóval így van, hagyják, így van. Egyáltalán nincsenek azok a dolgok, amik megvoltak a régi autóforma 1-ben, és amik megvannak ma a MotoGP-ben, vagy akkor beszélünk az Indikáról, ahol ugye a oválpályán a fal és a fal között autóznak. Megépítették ezeket az új tirkeféle, nem tudom, teljesen veszélytelen pályákat, és még az autók is egyre biztonságosabbak, ami nem baj, de hát ez a háló, ez nekem egy kicsit túlzás, és ettől az egész kezd, nem tudok jobbat mondani, nincs benne az életveszély. Tudom, hogy ezt így csúnya kimondani, de hát számos olyan sportág van, amit attól még nem szüntetnek meg, hogy életveszélyes. Ja, ja. És a MotoGP azért gondolj meg, hogy mennyire életveszélyes. Próbálják azért szerintem ezt a, most, hogy a Liberty Media a tulajdonos, próbálják ezt úgy ellensúlyozni, hogy városba viszik a Forma 1-et. Tehát, vagy félvárosi, fél külvárosi pályát. A Liberty Media, aki most el akarja adni ugye a jogokat. Na, igen, szóval, lehet, hogy megjött a Liberty Media, mindenki várja nagy reformokat, még semmi extra nem történt, attól már most szélesebb lett két szárny, nem hiszem, hogy csodát látunk idén, és már a Liberty Media 3 év után már értékesíteni akar a jogokat. Szóval, hogy az a baj, hogy nem tudom, hogy ebből már vissza lehet-e fordulni, mert most azt mondani, hogy na vegyük le újra azt a fejvédőt, mert minek oda, mert kezdjük el újra betonfalak közébe vinni a sportot.
nem tudom, hogy vissza lehet fordulni. Nekem az a gyom, hogy nem. Nem tudom, hogy ha most a Liberty Media tényleg eladja ezt az egészet, akkor aki jön helyette, az mit akar. De hát könyörgöm, évek óta ezen szórakáznak, hogy most adjuk, vesszük az Ecclestone-ra után, most akkor ők megvették, kicsit itt maszatoltak 3 évig, akkor most megint el akarják adni, akkor majd jön valaki új, akkor az megint majd valamit maszatol vele, és össze-vissza, nem tudom, gyurmázik itt mindenki a Forma 1-en, csak éppen semmi olyan drasztikus változást nem látsz, amiattól most azt mondom, hogy hú, na ez most egy olyan, hogy ettől jobb lesz. Még egy kérdés, nem tudom, annyira követed, hogy figyeled, de hát valószínűleg azért mondjuk a Williams McLaren Calvary-t azért azt látod. Az lenne a kérdésem, mert erről előző podcast adásokban beszéltünk meg, az előzőkben, legkonkrét az előzőben, amikor nem voltam, akkor elég sokat beszéltek, azt mondom, a Williams McLaren helyzet, akik most gyakorlatilag ilyen 17-től lefele, tehát az utolsó helyekért harcolgattak tavaly, most nem tudom most mi lesz, Williams valószínűleg ugyanez, de sőt, ha nem rosszabb. Tehát, hogy el tudod ezt képzelni, hogy ez ilyen kb. 25 éve volt, amikor mondjuk egy Lotus meg Brabham, ami egykor világban, sokszor többszörös világban a csapatok úgy tűntek el, hogy ilyen szép lassan haldokolva, tehát hogy az mezőny utolsó évében hogy mi elkezdtél fizetős pilótákkal, és nagyon nehezen kibúltak ki a 92-3-4 környékén, majd mondjuk a Tirel még talán idevehető, ami persze. Ugye az egész 90-esek úgy telt, hogy a Tirel az a Minardival harc utolsó helyekért, és aztán nem is megszűnt, de ugye abból lett a bár, és ott tehát ugye a név maga megszűnt, tehát elképzelhető szerintet, hogy szóval, hogy elképzelhetőnek tartod, hogy egy McLaren meg egy Williams ilyen sorsa jusson a mai Forma 1-nek? Figyelj, azt gondolom, hogy ha a McLaren meg a Williams most ilyen sorsa jutna, akkor vége a Forma 1-nek, mert eltűnt még 4 autó, és maradtak 16-an, és már nem tudom, mit akarsz. De kis túlzással azt mondom, hogy igen, én még azt sem tartom elképzelhetőnek, az egész Forma 1-nek vége lesz, hogyha ez így folytatódik. Most ez kicsit durván hangzik, de mi történik? Azt, hogy a Ferrari gyerekek átmegyek az IndyCarba, ugye a Ferrari már így is úgy is eléggé harcol sok mindennel, amit itt be akartak vezetni. Mindig. Tök mindegy, de érted? Tehát adott esetben most tudom, hogy sokkal több pénz van ebben, meg, tehát nem ilyen egyszerű, a Forma 1 csak úgy nem tud eltűnni. De azért nem tudom, felgyorsult ez a mai világ, és sok minden történik. Tehát valamit itt nyújtani kell, hogy itt gazdaságilag ez a sportág eltartható legyen. Tehát az, hogy most már tényleg nincs sok csapat, nincs sok autó, és még így is van 3 csapat, ami úgy küzdik az életben maradással, hogy egyszerűen napról napra élnek. Szóval azok küzdködnek gyakorlatilag itt valaha világban. Valaha világban, oké. Most azt mondom, mondjuk a McLarennél talán azért lesz... Most talán a legyen. Valami, de minden esetre ez is mutatja azt, hogy itt valami nem jó irányba megy, én azt gondolom. Azon kívül, hogy mondjuk a veszélyt visszahoz. Hát jó, és ezzel visszahoznád, hogy nem tudom, hogy eljöthetnél, mert szerinted mi az, ami hiányzik? Tehát mondjuk jó volna, de veszélyesebb, vagy kicsit izgalmasabb, vagy nem tudom, tétje legyen egy ilyen versenynek, úgymond, vagy versenyző személyre nézve is tétje legyen. Ez hiányzik. A nagy balesetek, a veszélyes helyzetek, ez hiányzik. Dráma. A dráma. Hát nézzek, a MotoGP-nél tényleg nem véletlen, vannak olyan versenyek, hogy a helyszínen 200-150-200 ember kint van. Ott a legjobbak is elesnek, és itt a Lorenzo kihagy versenyt, úgy összetöri magát, hogy örül, hogy az, ha összedrótozzák, érted? És akkor ezek után fölül, és egy hős. Mit lát a néző, hogy úristen, ez az ember ezek után még visszaöl a motor, és újra elmegy, újra 300-al fog végigmenni ott, ahol már... Tehát, hogy egyszerűen ez, hogy nem pont ezért, mert kiveszed a veszélyt, már nem akkora hősök ezek a versenyzők, mint voltak régen. Tehát ma nagyobb hősnek tartok egy MotoGP versenyzőt, egy IndyCar versenyzőt, mert sokkal több rizikót vállal, sokkal jobban a bőrét viszi a vásárra, mint egy Forma 1-es versenyző, aki egy agyonbiztosított pályán, egy agyonbiztosított autóba beül, és gyakorlatilag ezeket az autókat most akkor hagyjuk is, hogy már lassan, nyilván túlzás, hogy olyan egyszerű vezetni, mint egy szimulátor, de hogy már az sincsen, hogy ugye ezt nem én mondom, hanem ezt a versenyzők mondták, hogy itt is kezdjük el visszamenni a lóerőt, mert az vicc, hogy valaki bejön a Forma 3-ból, átül egy Forma 1-es autóba, és 2 hét alatt úgy vezeti, mintha világnéltem. Régen ilyen nem volt, azért régen nem ugráltál csak úgy be egy Forma 1-es autóba, ott azért az egy feladat volt azt vezetni. Ma már ez sem érzett kis túlzásra, hogy akkora feladat, de hát mondom, ezt talán pont a Hamilton, vagy nem is tudom, ki vetette föl, hogy nincs akkora ugrás ugye a kategóriák között, hogy teljesen más van. Tehát, hogy nem tudom, egy picit úgy az egész úgy belassult a sztori, nem tudom, hogy mondjam, szóval, hogy valami kéne, amitől ez újra egy ilyen életveszélyes sportág, nem tudom, tényleg sajnos jobb szót, vagy azzá válik, nem tudom.
És mit gondolsz, mi a legveszélyesebb jelenleg a Forma 1 jelenére? Teszem azt a politika, mondjuk a Ferrari-nak van már kimondatlan van 3 csapata, 6 autóval, kilépnek. Ez is azt mondja, hogy gazdaságilag ugye nem egyszerű eltartani ezt az egészet, de még azt gondolom, hogy ezzel nagy baj nem lenne, hogyha mit tudom én, 3-4 motorszállító eltart 10 csapatot. Nyilván tehát most ha az Alfa mondjuk idén olyan jó lenne, mint a Ferrari, akkor attól még jó versenyeket látnánk, az azt döntsék el házon belőle, akkor van baj, ha beleszólnak. Tehát most odaadja mondjuk az Alfa Romeo-nak a jó cuccot a Ferrari, és mondjuk idén egy Alfa Romeo-ba öltöztetett még 2 Ferrari-t látunk, tehát idén látunk 4 Ferrari a mezőnyben. Hát ha hagyják őket versenyezni, akkor az tök jó, nem? Más a festés, most nekünk azt nem kell tudnunk, hogy majdnem minden ugyanaz az autóban. De hát akkor, hogyha hagyják, hogy a alfások megvédik a Ferrarit, akkor ezzel nincs gond. Tehát ha nem fognak beleszólni a végén, hogy hú gyerekek, na most ácsi van, most akkor megállunk, most nem kapod meg a legújabb fejlesztést, mert mi azt szeretnénk a Vettel és a Ferrari. Hogyha ennyire nem szólnak bele, akkor jó. Csak ugye ennek is a rossz példáit láttuk az elmúlt évek, hogy állandóan beleszólnak. És állandóan nem jó, hogyha szóval túlságosan mindig be akarják nyomni azt, hogy ki legyen az első gyárakon belül. Tehát hogyha a Ferrari ezt mondjuk hagyná, hogy most van 4 autója és azok. Tőlük az jó vegyázni, hogy verhetettek mindegy, akkor az jó. És ugyanez a Mercedes, hogy ha odaadják a top motort a... Megy most a... Racing Point, igen. Na hát most, hogyha a Racing Pointot hagyják, hogy... Tehát, nyilván nem a top motort kapják meg, mert meg nem tudom, hogy van annyi pénzük, hogy megvegyék. Szóval akkor nincs gond, vagy ha Renault-nál hagyják, hogy a McLaren úgy, most nyilván ott a Renault-nak érdeke is, azt hiszem, hogy hagyják a McLaren, mert azért a Renault-nál is gondok vannak, tehát hogy az a lényeg, hogy nem baj ez a egy motorgyártó több csapatot ellen, csak akkor legyen mindenkinek ott a top motor, akkor ne azon kezdjünk el gondolkozni, hogy ja, hát ez ugyanaz a motor, de egy picit mégse ugyanaz, mert ha megkapná a top fejlesztést, az már túl drága lenne, ezért igazából ez egy fél évvel korábbi verzió, ja, hogy akkor 30 lóerővel gyengébb, szóval, hogy nem tudom, tehát nyilván ez a MotoGP-ben is egyébként megvan, mert azért ott is a gyári Ducati az valószínűleg jobb, mint a Pramac Ducati, de mégis azt mondom, hogy a MotoGP-ben volt 6 olyan futam, hogy 6 különböző versenyző nyert, és úgy érkeztünk a 7. futamra, tehát hiába van ott a Márquez alatt a gyári Honda, meg a hiába volt ott a Lorenzo alatt a gyári Ducati, hát ott boldog, tényleg volt egy olyan időszak, tehát azt hiszem tavaly, vagy lehet, hogy pont idén, mert ezt se tudom már visszapörgetni, hogy 7 futam, 7 győztes. Tavaly előtt. És azért a szatellit csapatok azért csak ott mennek a gyáriak mögött sokáig, körökig, a szélárnyékban volt, hogy 8-11 más seggében motoroztak. Szóval, hogy látvány van, verseny van, küzdelem van, életveszély van, kiegyenlítettebb a dolog, tehát mind, ami nincs meg a Forma 1-ben jelen pillanatban. Ennek ellenére, hogy így most azért látjuk, hogy nem áll közel a szívedhez már, vagy nem tudom. De közel áll, nem. Vagy úgy értem, hogy... Tehát, hogy én mint lelkes szurkoló fogalmazom meg ezeket a kritikákat. Nem azért... ellene szólsz, hanem érted. Igen, tehát én nem azért mondom ezt, mert hogy már nem szeretem annyira a formát, szó sincs róla, csak egyszerűen... Szerintem ezek tények, tehát ezek most nem mondtam baromi nagy okosságokat, hanem egyszerűen ezért ültünk le a tévét. Nézzünk már szembe a dolgokat, ezért ültünk le a tévé előtt. Elé, hát. Nem azért, hogy a harmadik körben a Hamilton már 22 másodpercet vezessen, és autókázan ott egy ilyen teljesen veszélytelen közegben, egy teljesen... Tehát nézed a tévét, és nem tudom, hogy mit nézzek. Tét nélkül az egész, és mondom még egyszer, veszély nélkül. Leülsz egy filmet megnézni, hogyha unalmas? Ha nincs benne valami izgalomnak kell, hogy legyen benne. Tehát kell, hogy azt lássam, hogy most lelövik, vagy nem lövik le, vagy meghal, nem hal, nem tudom, valaminek történik. Itt nem történik semmi. Rajt, és aztán a harmadik körtől azt se tudod, hogy már milyen programban megy a motor, mert már akkor visszavesz, hogy a fogyasztás, meg a gumik, meg a ca. És így is már a harmadik körben 20 másodperccel vezet. Tehát... Hát annélkül nem engedhetünk, és amiképpen, hogy a tipikus kérdés felhetnénk, ugye nyilván egy szezon előtt, hogy ki tippelsz-e valakit, kit vársz elsőjére. Figyelj! Vagy mit vársz azon túljára? Nem tudom, én nekem nagyon szó... Nem, de... Én most... Nem, igen, az emberek minden évben ugye úgy ül, hogy na majd most. Igen. Nem tudom, mit lehet, mekkora változás fog jönni, mondom, a szárnyak szerintem azért nagyon drasztikusan nem fognak itt csodát hozni. Szerintem egy jó pofa dolog lehet idén, hogyha tényleg az Alfa Romeo név alatt futó egykori Sauber csapat, ha az tényleg 2 Ferrari még pluszban, akkor, és tényleg hagyják őket jól menni, akkor azért mind a kettő, ugye Räikkönen, Giovinazzi, nekem az egy nagyon szimpatikus csapat.
Tehát annak azért drukkolnék, hogy egy Leikkönen megmutassa az alfával, hogy, hogy mi van. Érdekes, hogy a Leclerc mit tud majd csinálni a Fettele. Tehát, hogy azért van itt most izgalom, főleg azért, mert jöttek új arcok. Tehát azt úgy megnézném, hogy mondjuk az Alfa beszáll még oda, a Merci, Ferrari, mondjuk a Red Bull mondjuk a Hondával újra följön, és mondjuk még az Alfa beszáll. Tehát akkor már úgy valami történne. Jó hangzik. Igen, szóval hogy akkor azt mondom, hogy azt legalább érdemes megnézni, veszély akkor se lesz benne, de legalább akkor már látnám azt, hogy hoppa, Räikkönen elveri a Ferrarit az Alfával, az tetszene azért. Az nagyon tetszene. Úgyhogy az sztori lenne. Tehát az már úgy valami. Lesz trumfosztás, tehát vagy marad Hamilton szerintem. Talán most a Ferrari szépen. Most ezek mondjuk nem tudod, ember nincs, aki választhat. Soha nem tudjuk is eltalálni. Ezt nem lehet eltalálni, még most itt már mondja Hamilton, hogy milyen gyors a Ferrari a teszteken. Wolf is nem veszem, ő is azt mondta most. Semmi értem. Kicsit megint az állapotás. Mi lesz, igen. Jó, hozzáteszem, hogy a Mercedes-nél se tudom, hogy a Bottas tényleg ennyire gyenge a Hamiltonhoz képest, vagy csak ott is nem biztos, hogy minden ugyanúgy van alatta, mint a Hamilton alatt. Nem tudom. Mindenesetre kéne, ez is kéne egy Bottas, akinek össze kéne szednie magát, mert ez édeskevés, amit idén csináltak, vagy tavaly csináltak a Hamilton mellett, tehát nyilván nem lenne jó, hogyha ennyire dominálna a Hamilton. Én azt gondolom, hogy a Ferrari az jobb lesz biztos, tehát szerintem most azért szorosabb lesz a VB, a Leclercnek összehetem. Az egy olyan lökést fog adni a Fettelnek is, és az a kisgyerek, az látjuk, hogy az nem ismer, az körülbelül Verstappen kategória, tehát az meg fog jönni, nem fog sokat gondolkodni, hogy most a Fettel négyszeres világbajnok, hanem az menni fog, ha hagyják, ez mindig hozzá teszett. Tehát, hogy azért az jót tesz, szerintem az nagyon jót tett a Ferrarinek. Utólag azt mondom, először nem tetszett ez a döntés, most, hogy látom, hogy azért az Alfa nem lesz olyan rossz, így már azt mondom, hogy ez egy jó döntés volt. És akkor mellé mondom, a Red Bullnak vissza kell jönnie valahogy, mert ez síralom volt a tavalyi év, és az Alfa hozhatja a szint az idejében, és akkor utána aztán lehet, hogy a végén Hamilton-Fettel párharc lesz, de akkor az már nem baj. Tehát, hogyha úgy van Hamilton-Fettel párharc, hogy több szereplős a játék, és a végén kettőjük között dől el valahogy szorosan, az már nem baj. Csak lássunk már valami újat, mert ez a 18-as év, ez még így is szörnyű volt, hogy csak fél szemmel néztem. Az elején talán volt egy-két érdekességek voltak, de egy 3-4-5-6 futam. Nagyon ellaposodott, ez lehetetes. Úgy van most, hogy ezen az első 3-4-et ilyen tudnám mondani pontosan, hogy mi történt. Bocsánat, hogy 4-5-5, de utána meg már szerintem 2-t nem tudnék felidézni, mi volt utána. Mert jó, nyilván nagyon akarom, de fuha. Utána viszont az összes ilyen szület. Nem mennék már abba bele, mert ez meg egy hosszú kérdés. Te azért úgy kezdtél a formányat közvetíteni, hogy 16-7 futamok voltak még. Hát 17 már talán az elején. Most ez jó tett, hogy 21-2, ami ugyanaz a hosszú versenyekkel, tehát hogy... Mert nekem itt van egy kicsit ét nélküliség benne, tehát valahogy... A péntektől vasárnap. Igen, tehát hogy gyakorlatilag pénteken itt 3 órát mennek, és már őt kipróbálnak. Ez nagyon sok sportágnál kezd probléma lenni egyébként, hogy nagyon kezd átalakulni a mai fiataloknak a szokás, hogy mit néznek és mennyi ideig. Pláne, hogy a netten itt pillanatok alatt megnézem mindent, és már megnézed a 2 percben az összefogad. Szóval, hogy tudsz ma nézőt leültetni 2 óráig a tévé elé, de ez problémája a formáinak, ez problémája a tenisznek, hogy ha nem a Federer és a Nadal játszik, akkor miért nézi meg egy teniszmeccset, ami 4 óráig tart. És problémája nagyon sok sportágnak. Talán a MotoGP-ben ez pont jó, hogy egy futam nem tart 50 perc. A motoroknál ugye nem mennek a hosszú távot, de még az is. Szóval, hogy ez nagyon sok, ez nem csak Forma 1-es probléma, hogy mit csináljanak ezekkel a hétvégékkel, hogy pörgősebb legyen, gyorsabb legyen, egy közvetítés 4 óra. Ma már nem, régen megnézték, de régen nem volt ilyen dömping, és nem volt ennyire fölgyorsul a világ, és nem volt Facebook, és nem volt, és nem tudom micsoda. Nem tudom, hogy lehet ez alkalmazkodni, ez nyilván ott nagy fejtörést okoz. Nem, ez most, amit te kérdeztél, ez szerintem egy fejtörés sok sportág szövetségében, hogy mit csináljanak. Úgyhogy nem tudom. Ezt majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Ha ilyen unalmasak a versenyek, akkor bukó. Tehát azért mondom, hogy vagy tényleg az van, hogy visszavesznek. Szóval nem azt mondják, hogy 300, nem tudom, 300 kilométer, vagy most 310, nem tudom mennyi a kötelező versenytáv. Igen, akkor most lehet azt mondani, hogy legyen 200 egyszer csak. Tehát lehet, hogy majd ilyen döntéseket meg kell hozni, mert másfél órán keresztül azt, hogy a Hamilton üresen egyedül köröz egy pályán, Austinban, ahol semmit nem látsz, mert olyan széles a pálya, az autót alig találom, ahogy a képernyő. Hogy nem, tényleg nem tudom, ez így...
sok, biztos, hogy ugye a Libertytől ezt vártuk, hogy belenyúl. De nem nyúlt bele, de drasztikus, de nem nyúlt bele. Csak mondták, de nem nyúlt bele egyelőre. Tökölnek itt a technikai szabályokon, a sportszabályokon, legalább ne legyen ennyire átláthatatlan, de nem mertek drasztikusan, nem mertek belenyúlni. Hozzáteszem, a focinál is ez valahogy, hogy ott is kezdtek el, csak a foci is olyan, ott sem merik. De még azt mondom, hogy az más, mert jó meccset, ugye az csapatsport, tehát azért az... Szóval mondjuk lehet, hogy a fociban nem, az a 90 perc addig fogyasztható. De sok más sportákban ezek az nem biztos már sok hosszú. Ez a 92-41-et, azért van közte. Hát igen, van közte, igen, meg. Kicsit más, de... Meg annak, igen, de ez a motorsportokban, a formájában ez biztos, hogy kérdés lesz. Tehát, hogy ott... Szakkumpak egy közvetítés két óra, hát nem tudom. Na, mi van, most nekem egy kérdésem lenne, MotoGP-re visszatérve, mit vesz az Antwit, hogy a Márquez és a Lorenzo egy... Nagyon kíváncsi, hát ez óriási, hát ez... Nem tudom, hát nyilván azért a Lorenzo borzasztó nehéz dolgot vállalt be, és ráadásul szerintem a Ducati óriási baromságot csinált, hogy elengedték a Lorenzo, vagyis elküldték a Lorenzo-t, bocsánat, majd, hogy nem. Viszont a Lorenzo meg miután ugye háromszoros MotoGP világbajnok, és valószínűleg nem szívesen nézi, hogy a Márquez meg már, most ez nem is tudom, a MotoGP-ben a ötödik volt, vagy a hatodik, ötödik volt, és hétszeres világbajnok, hogy így gyűjtögeti, ő meg tehetetlenül nézi ezt, tehát ugye az egyetlen esély, hogy fölülni ugyanarra a motorra, bevállalva azt, hogy nyilván azért a Honda-t sokkal jobban ismeri a Márquez. És én nem tudom, hogy a Lorenzo-nak mennyi időbe fog telni, hogy azt a... Ráadásul úgy, hogy sérült volt most az első teszte, még rá se tudott ülni, mert megoperálták, még nem tudom, annyit esett. Hogy a Lorenzo-nak mennyi idő kell, hogy ugyanazt a tempót tudja motorozni a Honda-val, mint a Márquez, ezt nem tudom. És azt se tudom, hogy a Ducatinál meg nagyon ott maradt a Dovizioso egyedül, nem tudom, hogy a Petrucci mennyire lesz gyors. Szóval a Zarco, aki egy rohadt gyors gyerek, azt áttették egy KTM-re, ami lehet, hogy még nem tartott, hogy az élen menjen. Szóval, hogy itt nem tudom, sok múlik a Yamahán, hogy azok végre visszatérnek-e, vagy teljes erdő. Úgyhogy nem tudom, érdekes lesz. Biztos, hogy a... Hát jó lenne látni egy ilyen... akár csúnya, de kemény harcot a Márquez és a Lorenzo között. Nehezen tudom elképzelni, hogy haverok lesznek azért a Lorenzo. azért a Lorenzo az nagyon jó. Én nagyon szeretem a Lorenzo-t, azt azért hozzá kell tegyem. Tehát én, ha Form 1-ben most nem tudnám megmondani, hogy milyen párti vagyok. Illetve de, mert azt mondom, hogy a Räikkönen az Alfával. Ha lehetne valakinek drukkolni, akkor igen, neki egyértelmű. De a Giovinazzi is szimpatikus. Ugye én tavaly, amikor a magyar 2018-ban, amikor a magyar nagydíj után itt maradt a két napot tesztelni, akkor én voltam kint a kommentátora hangos bemondóba, Kent Szerdán. És akkor már úgy figyelgettem azért, hogy a Giovinazzi, Räikkönen ment egyik nap, a Giovinazzi a másik nap, és ezért Giovinazzi egy tizeddel megverte másnap a Räikkönent. Most nyilván másnap lehet, hogy a pálya kicsit jobb, de ugyanazt tudják. És az ott ugye még a George Russell-t is néztem, hogy ez baromi gyors volt a Mercedes-szel, az is egy jó gyerek, lehet, hogy Williamsben egy kicsit el fog veszni, de brutál jó gyerek, szóval vannak itt jó arcok most a Forma 1-ben, akik itt bontogatják a szárnyaikat, úgyhogy, de mondjuk a Räikkönen Alfa nekem az a top, és a MotoGP meg nagyon szeretem a Lorenzo-t, szóval az ő hozzáállása, meg az ő profizmusa, és pont azt tetszik, hogy ő annyira másképp motorozik, mint a Márquez, és olyan pokoli gyors az a teljesen más stílussal, és sokkal lágyabb stílussal, mint a Márquez. Az is érdekes lesz, hogy tök másképp motoroznak, hogy a Honda ezt hogy fogja összerakni, hogy a Márquez az keresztbe kasul megy a pályán, tehát az a motor az egy másodpercig nem áll egyenesen. Ehhez képest a Lorenzo meg olyan finoman, hogy az íveket annyira másképp motorozik, mint a Márquez, hogy nem tudom egyszerűen, ez egy óriási kérdés lesz, hogy rakják. Nyilván két külön mérnöki gárda, de hogy a fejlesztésekben hogy mennek vagy két irányba, hogy az egyik tök mást akar, mint a másik, én azt nem tudom. Érdekes lesz. És nagyon fejlődnek az utóbbi években. Igen, bár a Joan Mir nekem kicsit csalódás volt a Moto2-ben, tehát nem tudom, hogy nem lesz ez egy nagy ugrás a Mirnek. De mondjuk a Rins-re. A Rins az is egy nagyon jó gyerek. Az kicsit nekem ilyen Lorenzos. Az is a teljesen más testtartásban motorozik, mint a többiek. Nagyon fura kanyarvételi testtartása van a motoron. Sokkal egyenesebben ül, nem dől annyira be. És mégis rohadt gyors. Úgyhogy a Rins, igen, hát ha nem tudom, a Rins, hogyha jó a Suzuki, akkor az... Nem, azt nem mondom, hogy nyilván nem érzem, hogy gyorsabb lesz majd, vagyis hogy világbajnoki címre esés, de hogy elcsípjenek 2-3 futamot, a bőven benne van. Bőven. Hát egy MotoGP-ről csak egy nagyon személyes megjegyzésre szabad, hogy ugye most vagyok 35 éves ezek idén, és ugye amikor én elkezdtem ez ilyen gyerekként tulajdonképpen. Igen. Egyébként egy nagy gondolatban, hogy öregszem, hogy most tiszt vagy 40 éves, 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 40
klassz. Ugye ő volt mindig a soda gyerek, a feltörek, és akkor mint a 2000-es évek közepén is, hogy mindig csak 20 van, nem már a világban, amit nem tudom, tehát nem jött el, hogy mennyire öreg vagyok, hogy most azért most 40 éves a soda gyerek. A soda gyerek 40 éves, és még mindig nyomja, és nem lassú. Nem lassú, hogyha nagyon jó lenne, akkor simán. Nem, azt nem mondom, hogy megvérje Márquez már, de azért ő is simán elég. Persze, a Rossi nélkül, hát a Rossit is majd nyilván nehéz a sportolni, még a MotoGP-sek, azt nem tudom még, hogy a Márquez lassan talán kezd arra a szintre eljutni, de hát azért megnézel egy versenyt és megnézed, hogy a hány szektor sárga, az döbbenetes. Azért az döbbenetes. Azt hiszem, hogy ennyi voltunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt szakadtál ránk. Szolnár Gyulával beszélgettünk. És hát nem is tudom, hogy nagyon sok izgalmas MotoGP futamot. Forma 1-est is, csak ugyanek előtt, az inkább miatt fontosabb, és hát végig köszönjük, hogy eljöttek hozzánk. Én köszönöm a megkívást. Sok sikert, és a szakmai sikert, nálam itt már jó munkát. Köszönöm szépen. Na, ez igen. Hát ez volt akkor az idei 2019-es Szolnár Gyula interjú, amit az F1 zónás rácok készítettek. Hát nagyon-nagyon jó volt. Nagyon-nagyon jó volt meghallgatni. Meg is állunk. Most ezt nem fogom levinni, most ezt a fuvart. Megint megtudtunk új dolgokat, meg visszatérő dolgokat, amiket esetleg még régebbről hallottunk, ugye azt meg a motorsportos rácoknál, amikor volt még akkor ugye GP zóna, vagy mi volt. Na mindegy, nem is az a lényeg. Az egy 2014-es interjú volt. De megtudhattunk akkor is ott jó dolgokat. Na most egy Gyulán véleményére én borzasztó kíváncsi voltam erről az egész hibrid éráról, meg arról, hogy végül is hogy látja ezt az egész mai F1-et. És igazából teljes mértékben egyezik a véleményünk. Igen. Aki 14 előtt nem nagyon nézett F1-et, aznak fogalma nincs arról egyébként, hogy mi miért károgunk. Hogy miért károgunk állandóan ezen. A közvetítésen, az autókon, a versenyen, a motorhangokon, a halón, meg a többi ilyen politikai és egyéb bel dolgok miatt, FBI miatt, meg minden stb. Miatt. Úgyhogy igen, hát sajnos ez van. Sajnos ez van, és ez már szerintem nem fog változni, főleg nem jó irányban. Akármit csinálhatnak itt szerintem, már a Liberty is szabadulni akar tőle, látszik, mert látja, hogy ez nem az igazi, illetve nem lesz ebből a nagy változás. Na mindegy, hát meglátjuk az idei év mit fog hozni. Én bízom benne így, hogy egy fiatal tehetség a Ferrari-nál meg tudja kavarni az eddigi borzasztó nagy állóvizet. Én még megmondom őszintén, borzasztóan örültem volna Esteban Oconnak, ha berakják Bottas mellé, és gyakorlatilag a két fő csapat, a Mercedes és a Ferrari, összeengedik a régi nagy öreg rókákat és a kis fiatal új hát kezdőket versenyezni, harcolni a VB-ért, az egy borzasztó jó VB-t hozna, ha ezt még mondjuk a Merci meglépné. De én már idén nagyon jó lett, hogy nagyon örültem volna, mondom tényleg Okonnak, mert így az a 4-es, plusz még ha a Red Bull Honda tényleg jó lesz, akkor még Verstappennel így ötödikként oda-oda-oda tudna szurkálni, oda-oda tudna szúrni nekik, és esetleg ő is el tudna csípni pár győzelmet, dobogót, második helyet, stb. És kialakulna tényleg egy ilyen többszereplős világbajnokság, ami az utolsó versenyen dőlne el, nem kell, hogy az utolsó kanyarba dőljön el, nem, de az utolsó versenyen dőlne el egy ilyen tényleg két-három csapatos, három-négy-öt szereplős világbajnokság, na az lenne az igazi, ez hiányoljuk, ez kellene már. Nekem tök mindegy, ha idén megint Hamilton nyer, de nyerjen csak egy ponttal az utolsó nagy díjat. Mert akkor tényleg így nézzük, hogy úristen, ezt tényleg most megcsinálta, tényleg, az igen. Tehát itt ez lenne a lényeg.
Ez lenne a lényeg. Na, gyerekek! Nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy ennyien itt voltatok, szerintem rohadt sokan voltunk. Nem gondoltam egyébként, hogy tényleg Gyulám ennyi embert bevonz. És ennyi, gyakorlatilag. Most lesz egy nagyon pici szünet, és szerintem 7 órára fogok visszatérni, ahol az F1 2000... Hát, nem tudom. Nem tudom azt, hogy most a 10-es Hispánia karriert folytassam, vagy elkezdjük a 2019-es modot. Gyorsan pörgessétek már meg a chatet, hogy most a 2010 legyen, vagy a 19-es Ausztrál nagydíjat. Megnézzük esetleg. Hűha. Köszönöm szépen rokkom közben. Hármas modellom. 2010 is van, 19 is van. 19-es. Csipiti. Hát többen írtjátok a 19-et, ez egyértelmű. Legyen szavazás. Jó, akkor... akkor meg csinálok a Facebookra egy szavazást. Bár... együtt tortát, azaz már úr, így van. De úgy látom egyébként tényleg a 19-et írtátok többen, mint a 10-et. Most nem kezdem el visszaszámolni. De lesz akkor, akkor 19 lesz, jó, akkor, akkor felkészítem a 19-re. És akkor a hudot is, már a 19-eset fogom. Megjöttek a festések. Annyit tudok a 19-es modról, hogy sajnos csak rövid időmérőt lehet rajta menni, tehát egy időmérőt lehet menni, ugyanis a Q2-re kifagy. Nem tudom miért, elvileg dolgoznak rajta, de csak rövid időmérőt lehet menni, úgyhogy, úgyhogy rövid időmérő lesz, nem lesz Q1, Q2, Q3, egy kicsit sajnálom egyébként, de hát akkor legfeljebb majd jobban fog pörögni. Na hát akkor majd 7 órára visszatérek, és akkor F1 2019-es moddal fogjuk folytatni, azon belül is akkor a McLaren Renault-val méghozzá, ha jól emlékszem, Sainci lesz a csapattársam, így van. Jó, úgyhogy Carlos Sainci csapattársaként fogunk majd elkezdeni akkor az Ausztrál nagydíjat. Jó, nagyon szépen köszönöm akkor, hogy itt voltatok. Találkozunk nem soká akkor a következő livestreamen, és aki esetleg meg nagyon tetszett ez a Gyulás videó, csapjatok nyugodtan a like gombra, legyen meg a 100 like, most 75-nél állunk, még kell 25, csapkodjátok meg, nagyon kíváncsi leszek, hogy össze fogja jönni. Na, akkor én búcsúzom, és jövök akkor nem sokáig, jön bő fél óra múlva. Sziasztok!